Már az utolsó simításokat végzik a szakemberek az Aranyban. A tanúszoda felújítása április végén kezdődött az intézményben. Óvodások és általános iskolások, valamint hétvégén felnőttek is ezt a tanmedencét választják. Itt biztonságos módon lehet elsajátítani az úszás alapjait. Az elmúlt évtizedekben rengetegen tanultak meg itt úszni, többek között Szabó Tünde, olimpikon és sportért felelős államtitkár is. Az intézmény vezetője, Kantár Attila a hétfői bejáráson kiemelte, a medencére már ráfért a felújítás. 1978-ban épült ez az úszoda, azóta egy alkalommal volt egy felújítás, és most már olyan állapotba került az úszodánk, hogy már vízfolyás egyéb tünetek voltak, és ezért kellett ezt a fajta felújítási munkálatokat elvégezni. Nem egyedi eset az intézmény életében ez a mostani felújítás, bár az önkormányzat már nem fenntartó és működtető, ennek ellenére tulajdonosként figyel az iskolák állapotára. Itt az Aranyban pár éve megtörtént a tornaterem korszerűsítése, tavaly átadták a műfüves pályát, jelenleg pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosít 140 millió forintot a tanúszoda felújítására. Az úszoda teljesen megújul, már látszik, a medence kész, itt egy új burkolatot kapott az úszoda, régi csúszott, tehát ez veszélyes volt, ez a légtechnika megújult, ledvilágítás, tehát tényleg ez egy nagyon-nagyon modern úszoda lesz, amit már gondolom várnak is majd a gyerekek, elkészül 2-3 hét múlva, és már indul majd még szeptemberben, amit a közgyűlésen is bejelentettünk, a kézilabda szövetséggel egy kinti pálya, kézipálya, és ugye beadtuk, ez szintén a közgyűlés napirendi pontján szerepelt egy topos energetikai felújítás, ami egy több mint 400 millió forintos összeg, és reméljük, hogy jövő ilyenkor már annak a felújítása zajlik. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium az éves munkatervét a hagyományos tantermi oktatásnak megfelelően készítette el, de természetesen a változó körülményekhez is tudnak alkalmazkodni. Szeptember 1-én kedden 1034 gyermeket vár az intézmény az első tanítási napon.